Istenem. Na, mit szeretni? Na, mi van? Sziasztok! Köszöntök mindenkit! Szia, Gabriella! Gyerekek, nagybetűvel írjatok, mert a süt a nap nagyon, és nem látok semmit. Úgyhogy nagyon szépen megkérek mindenkit, hogy nagybetűvel, nyomtatott betűvel írjatok. Szia, Vizipók! Asztorka, szia! Na, itt a kishattyú, gyerekek, és a hercegnőt is kihoztam, hogy ismerkedjenek össze. Szia, Tasi Feri! Hát a találkozást még mindjárt meglátjuk, hogy hogy fog sikeredni. Na, húha, a kis hattyú, mintha egy kicsit úgy ellenszegűne. Szia, Irénke. Na, mi történt? Megvédted magad? Titti. Lulu? Nem, genyúzó. Sziasztok, szép napot nektek. És gyerekek, nagybetűvel köszönöm. Otthon vagy, vagy a madárparkban vagyok, Bálint? Itt vagyok a madárparkban. Leárnyékolom így a telefonomat, bocsánat. Úha! Na, Tittike, ügyes voltál. A hercegnő nem tudott érvényesülni. Ez egy igazi harc volt. Szia, Viola. A Luluka nekem panaszkodik, de a kishattyú nem hagyja magát. Szia, Anna Mari. Szia, Timi. Na, mi van? Ó, nézzünk csak oda, miből lesz a csereba. Lulu, ne engem csipkedjé! Szia, Évike. Na, neki menti a Lulunak. Hát nagyon ügyesen megvédted magad. Szia, Préri Farkas. Na, gyere, picurkám, gyere itt a kajcsidra. Gyere. Gyere, ne visíts. Jaj, hova szaladsz? Hova szaladsz? Gyere ide, itt a Lulu. Gyere. Gyere hát ide, Titti! És tényleg elmész? Szia, Krisztián! Hát a Luluka az itt élvezi a habos-babos fürdőzést. Szia, Zsuzsi! Igen, milyen ügyes. Igen, igen, gyerekek nagybetűvel. Köszönöm mindenkinek. Na, mi van, Lulubel? Betojtá? Hát jó neked ment ám a Titti. Nem szarakodott itt veled. Nagyon ügyesen. Gyere, Titti, ne menj el! Gyere vissza! Gyere ide! Megy be a madárparkba a Totóhoz. Tehát emlékszik rá. Szia, Piroska! Na, kiengedem akkor a Totót is. Legyen egy háromos barátság. Szövődjön. Jaj, de örül a Totónak! Totó, igen, az már találkozott vele. Jaj, de nézd oda, ott köszönget neked a picurka! Jaj! Igen, Luluka bekakít egy kicsit, megijed. Jaj, hogy örül a Totókának! Gyere, Totó, mert a Lulu már kint balhézik. Gyere, Totó, gyere ki! És megy utánad a pici is, gyere! Szia, Kriszta! Na, menjél ki te is, Totó! Gyere, gyere, Titti! Gyere, kimegy a Totó is! Gyere! Na, menjetek, gyere! Jaj, mi van, Lulubel? Mi van? Jujuj! Neked megy a Titti! Jaj! Hú, de erős a Titti! Jaj, de megerősödté! Kicombosodtál, mint a mocsári szúnyog! Na, Lulubel! Jujuj! Mi van itt? Kérem szépen! Jujj! Tittike félborult, mint a vázas bicikli! Na, mi történt veled? Jujuj! Szia, Nati! Na, menjél, Tittikém, ott a kajcsid! Hát, a Lulubel az kicsit tele bugyus, de hát nyomjátok a lájkokat, így van, ahogy a fecó is írja, gyerekek. Sziasztok, hát milyen kis hisztis, igen. Ja, Istenem, nézz oda! Ottotok egy boldogság látni téged, mi van ott, közelharc. Igen, igen. A Titti most összeveszett egy kicsit a Luluval.
Na mi van itt, királylány? Na gyere, gyere ide, Lilluka, gyere ide te is. Igen, madarára talált. Igen, mert a pici nem fél tőle. Ezen nagyon meg vagyok lepődve, nézzétek. Fő ne borítsd a tápot, Titti. Lilluka egyébként úgy, ahogy van. Háromas fight. Na, egyéb indulkám, te is. Mindig csak a Totó is eszik. Itt a Totó is veled. Látod? Nem bírod lenyelni? Így áll gyorsan hozzá vizet. Hát menj oda. Majd rászólok a Totóra, menj nyugodtan. Tittike. Menj oda, ott a vízbe a kajcsi. De nem, mert így megfulladsz te. Lulu az ilyen harmadhegedűs. Kicsit távolabb. Nem akar úgy konfrontálódni a picivel. De nagyon neki ment a Titti, nagyon neki ment a Lulunak, megtámadta. Ezt láttátok. Tudom, nem bántja a picit. Hát, nem jellemző egyébként, de azért, ha úgy van, azért oda-oda nyúl. Azért a hatalmát azt fitoktatja a Totó nagyon erőteljesen. Meg az, hogy ő már egy komoly hattyú, tehát ő azért, őnek így nem nagyon fér bele az ilyen játszás, meg mit tudom én. Sziasztok, szia! Gyerekek, nyomjátok a lájkokat, nem látok egy lájkot se jönni. És ráadásul a megosztásokat se látom, valamint az új követőim. Aki még nem követ, az kövessen be az oldalamat. Azt nagyon szépen megköszönöm. Sziasztok, szia Dóra. Dóri 30, szia. Köszönöm a követéseket, Ildikó, Dóri, nagyon szépen köszönöm. Titti, gyere! Harcos és Szotyi megosztott az élőadásnál. Lefustolt az ujjam. Köszi szépen. Totikám, most nem mondod, hogy a nagy trampli hab testeddel bele akarsz menni abba a tálca vízbe. Köszönöm gyerekek a megosztásokat és a lájkokat. Valami nagyon szépen kérlek, aki még nem követ, kövesse be az oldalamat. Titti, gyere ide! Gyere ide, baba! Gyere! Gyere, mert megfulladsz! Jaj, Istenem, ide kell hoznom gyerekek, mert nem jön ide a kis Gyogyó. És ugye nyálkahártyára felragad a táp. Gyere ide! Nem bírsz? Nem, gyere, itt van. Így áll gyorsan, gyorsan így áll belőle. Totóra, majd én vigyázok, csak így áll gyorsan. Siess, nehogy itt nekem megfulladj. 1100 lájkot, köszi, köszi, Bálint, aranyos vagy. Így áll már, te Gyogyó, hát megfulladsz, annyira tátokszott, mint valami. Gyorsan még egy kicsit így áll. Totó, nem bántad, ugye? Lulu, gyere ide! Gyere ide! Totó, nem bántod? Szia, Melinda. Lájkolok, oké, aranyos vagy, aranyos vagy. Köszönjük, Bálint, igen. Lulu, gyere! Gyere! Totó, nem bántod? Gyorsan, picurka, te meg így áll, mert még a végén itt. Igen, iszik már. Szép napot nektek is. Hú, micsoda neveitek vannak, gyerekek? Várjátok, nézem, hogy nem emelekszik a telom, nem a fene. Nagyon is. Mindjárt leárnyékolom a telefonomat. Anna Mari, köszönöm szépen a szívlelést. Na, bakker, mennem kell, majd jövök. Oksi, rendben, köszi, hogy itt voltál. Gyerekek, Totó, nem! 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 Látod, hogy fél? Nem szeretném, mert kapsz egy fülest. Menj onnan! Ne csináld már! Fejezd be! Jó, 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 menj innen! Köszönjük, hogy itt voltál! Menj innen! Menjél innen! Na, hiába bújsz! Nem! Menjél innen! Azért, mert bántod! Na jó, elég volt! Furcokodj arrébb! Gyorsan, hogy nem szégyelled magadat. Na. Gyere, picurkám, így áll. Sziasztok, Totóék, sziasztok. Így áll, picur, így áll. Totó, ilyen gani. Júj, júj, ebből megint be. Baj lesz. Júj, Titti.
Lulu meg fut körülöttem. Gyere, Lulu. Lulu, gyere ide. Gyere ide, Lulubel. Gyere ide. Gyere ide. Á, nem mer bejönni a két hattyú közé. Veszélyesnek érzi a háborút. Gyere, Lulu, gyere. Gyere. Várj, itt a kajcsid. Lulu. Nem mer ide jönni a kis hattyú miatt. Gyere, Lulu. Júj. Titi, nem szégyelled magad? Lulu nem tud elrepülni. Nem is akar. Gábor, látom, nem unatkozol. Nem is látok tollas gyerekek közt. Nem bizony. Gyerekek, nagybetűvel írjatok, alig tudom elolvasni. Iványi Tímea. Nem bírom. Mindenki bánt mindenkit. Igen, itt is nagyon gani. Egyébként az nagyon mocskos lett. De mondjuk annak örülök, hogy legalább a Lulu ötet nem bántja. Jaj, Istenem, már megint jönnek a látogatók. Nem is érdekel, csípje meg őket. Nem bántod, Toto? Nem. Nem bántod a picit. Menj egy picit arrébb. Jó, majd... Na, itt van a pindurka. Na, mi az baj? Igen, most Toto itt van a hátam mögött, mert oda csíp a picinek. Toto, állj innen. Na. Mi van? Hm? Itt a pindurka. Mi van? Mit szeretné? Köszönjé. Nagyon. Itt van a hátam mögött. Itt morgolódik a nyakamba. Igen, meg is fordítom a kamerát. Hát szia! Hát szervusz! Hát szervusz! Toto dumál. Igen, próbál. Gyerekek, kövessétek be az oldalam. Azt nagyon szépen megköszönném. Igen, nagyon szép. Megfordítom a kamerát. És a picike még itt kajcsizik. Lulu, gyere ide! Gyere ide! Lulu nem mer ide jönni. Fél. Meg fog támadni titeket. Igen. Itt nem hiszik el nekem, de hát akkor majd meglátják. Szívesen. Toto, gyere ide. Gyere ide a gazdihoz. Gyere ide. Gyere ide hozzám. Gyere. A Toto itt felügyel, őrködik. A pici meg csak eszik, megállás nélkül. Gyerekek, kövessétek be az oldalamat. Legyetek olyan szívesek, legyen minél több követőm. Lulu, gyere ide! Lulubel, gyere ide! Nem jön ide. Toto is egy kicsit távolabbról. Elmegy. Szia Totóka, szia Gábor, szia neked is. Gyere már ide. Királyfi. De ne bántsd a Tittit, nem bánt? Lulu, gyere ide! Gyere! Toto, nem bántod, ugye? Jó van, csak iszik. Hogy tetszik ma lenni? Köszönöm jól, remélem ti is. Lulu lelépett. Sziasztok mindenki! Szia Puszi Zsuzsi! Hát képzeld el, Zsuzsikám, lemaradtál az elejéről, a Tittike úgy neki ment a Lulunak, hogy a Lulu nem ismer még csak ide jönni se. Toto, nem veregsz-e? Mit csinálsz ott? Ja, sikálod? Jó. Tűzöm Gábor az oldalt, oké. Köszönöm szépen a követéseket, imádom titeket, kövessétek az új oldalamat. Gyere, Lulu, gyere ide!
Gyere, drágám! Nem kell félni, nem bánt a kutyassa itt téged. Gyere ide, gyere, gyere, gyere! Nem mer ide jönni. Gyere közelebb! Hát ezt nem hiszem el, föllökted a tápot, ezt nem akartam. Istenem! A kutya nem. Igen. Toto, elbírsz vele? De ügyes vagy. Nagyon ügyes vagy. Lulubel. Ez a postos malagad. Gyere, Luluka, gyere. Gyere. Titti, nézd, ott jön az ellenséged. Lulu, gyere. Gyere ide. Gyere, gyere, Luluka, gyere ide hát a gazdihoz. Lulu. Gyere hát ide. Nem jön, nem mer. Lulu. Meddig él ez? Mármint mi a hattyú? Az 30-35 évig. Ezek meg ilyen 15-18-20 évig élnek a ludak. Lulu! Nem mondod, hogy ilyen posós vagy? A tápot meg kiborítottad, Totókám. Gratulálok! Akkor majd feleszed a földről, a drága tápot. Istenem! Gyerekek, kövessétek be az oldalamat, azt nagyon szépen megköszönöm. Legyen minél több követőnk, és rendszeresen élőzök, hogy együtt a csapat. Szia, Tomi! Hát próbálom őket összebarátkoztatni, ugye a Lulunak most mutattam be a Tittit, de aztán a kis hattyú neki ment a Lulunak, ő maga is nagyon meglepődött. Gyere, Lulu! El kell mennem érte, mert elment az udvarnak a végébe. Gyere, Lulu! Mert annyira fosik tőle már. Gyere! Ellenkező irányba. Szerintem Keszthelyen van. Igen, Keszthelyen vagyunk a Festetics kastélyba. Itt a madárpark. Na mindegy, itt van a Totóka, meg akkor a picurka. Lulu lelépett, gyerekek. Laci nagybetűvel írjatok, mert nem látok semmit. Gyerekek, nagyon szépen köszönöm a követéseket. Imádlak benneteket. Gyertek és kövessétek az oldalamat, mert rendszeresen fogok élőzni itt a madárparkból is, meg ugye otthonról is szoktam most már hetente kétszer is, amikor majd nem sokára viszem haza a Totót is megint. Majd most ma holnap nem, mert dolgozok. Mind a két nap itt vagyok, úgyhogy ezért nem is viszem haza. Hali, miről maradtam le? A nevedet ezt nem látom, mert úgy süt a nap, gyerekek. Hát semmiről, igazából. Lulu világgá ment, igen, az valóban. Gyere ide! Negro, gyere ide! Lulu! Nagyon alig vártam már az egy órát. De aranyos vagy, Kriszta, köszi, köszi. Szia, Magdika, szia. Nagyon szépen köszönöm, gyerekek, ha bekövetitek az oldalamat. És a YouTube oldalam is ugyanez, mint a TikTok oldal, Gábor and the Toto. Úgyhogy szeretettel várlak mindkét oldalom. Ez a mai live, ez az Évike, az szabadnapos. Tehát ez a mai live, ez este a 7-8 óra körül fölkerül majd a YouTube-ra. Úgyhogy ott vissza tudjátok nézni, hogy a Lulu, vagy a Titti hogy megtámadta a Lulut. És most azóta a Luluka elment a világ végére, csak rá vagyok most nagyítva. Egyébként, ha vissza az eredetibe, akkor ilyen messze van. Sziasztok, szia Szilvi! Nagyon szépen köszönöm, gyerekek, hogyha megosztjátok a videókat, lájkoljátok, és hogyha bekövetitek az oldalamat. Keszthely Festetics kastélyban van a madárpark, így van. Gyere, Lulu, gyere! Gyere ide hát! Gyere ide! Nem mer. Nagyon megijedt a Tittitő, hogy megtámadta. Féltékeny Lulu. Hát szerintem is egyébként. Na mindegy, itt van a két. Itt a kis hattyú meg a... Szerintem igen, ja igen, erre válaszoltam. Hát most igen, a Totó az ugye szeret itt. Nagyon szépen köszönöm a követést. Júj, az elején lemaradtam. Szegény fél. Sziasztok, gyerekek, nagybetűvel írjatok. Alig tudom elolvasni, hátulról süt a nap a képernyőmre.
és egyszerűen nem tudom elolvasni, amit írtok. Hali, neked is, Hali. Sajnos a nevedet nem látom. Micsoda, Lulu, nem így ismerem, hogy befosik. Hát látod, én azt hittem, Lulu fogja bántani. Egyébként én is azt hittem. Szia Gábor, Lulu emberére talált. Igen, a kishattyú nem bacakolt vele. Egy az egybe letámadta. Na, föl is emeli a szárnyát. Sokan azt mondják, azért emeli föl, mert féti a kölkét. Közben nem is az övé. Csak megférnek majd egymás mellett. Nem biztos szerintem. Lulu szerintem ezt így elengedte, feladta, tehát nem is jön utánam. Sziasztok, szia Irénke! Nagybetűvel írjatok, hogy igen, igen, ez fontos, igen, de kár, hogy nem láttam. Magdika majd fent lesz a YouTube-on este 7-8 óra körül, az eleje is, azt meg tudod nézni. Fagyi visszanyalt, így igaz, így jól mondod, jól mondod. Valóban ez történt. Jó, este meg tudod nézni. Picurka is most szárad. Lulu, ide jössz? Gyere ide hát! Gyere ide a gazdihoz! Gyere ide! Cumi-gumi, gyere ide! Nem jössz ide? Nagyon megijedt a kishattyútól. Hát úgy futott utána a kishattyú, hogy... úgy lebegtek a pejhelyi. Szia Timi! Gyerekek, kövessétek be az oldalam, legyetek olyan kedvesek, legyünk minél többen. Most a Totó még mindig... Na? Most Lulu mérgébe visszamegy a madárparkba, hát soha nem szokott ilyet csinálni. Gyere ide! Úristen, ezt a fosos mindenségedet. Most nem tudok beengedni senkit. Cumi-gumi, már vártam, szegény Lulu, hát jaj, most lelépett. Sziasztok, lemaradtam Titi és Lulu összecsapásáról. Majd vissza tudod nézni este 7-8 órakor, a YouTube csatornámra fel fogom rakni, úgyhogy az elejéről, aki lemaradt, azt ott meg tudjátok majd nézni. Gyerekek, kövessétek be az oldalamat, legyetek szívesek, legyünk minél többen. Na, Picurka most elfoglalta a kis tocsogóját. Menni oda a libához. Nagy... Rendben. Na gyere! Gyere, gyere, drágám, gyere! Ne parázzál már! Szegény Lulu. Hát most igen, el van veszve, tehát nem érti, mi történik itt. Eddig ugye mindenkit ő hajtott. Gyere, Lulu, gyere! Gyere, cunci mókuszom! Gyere, adok neked egy kis tápot! Gyere, gyere, Lulu, gyere! Adok neked egy kis tápot, gyere! Nem mer ide jönni. Csípa nagy, igen, igen, csípa Totó. Ne menj oda be, Toti! Totó, ne menjél be a raktárba, gyere onnan ki! Gyere onnan ki! Nem kell ide bemenni, mit akarsz ott? Lulu nagy ívbe elkerüli a picit, az meg csak pacsál, meg fürdik. Becsukom a raktárajtot. Gyere, Lulu! Gyere! Gyere! Most az a bajod, hogy a Titit nem tudod... Jújúj! Az a bajod, drágám, hogy nem tudod irányítani a Titit, mint ott bent vezényeled az egész bandát. De ne idegesíts, hogy egy ilyen kicsi madártól aztán betojsz. Gyere. Gyere. Látod, nem is bánt. Nem a fene. Jújújúj! Tittike, megemberelted ám magad? Hú, te neked a véredben van, Titti, a ganészság. Nem, hogy a Lulunak vagy valami fajrokona? Figyeljétek, nem mer. Köszönöm, Krisztián, a megosztást, új hűrrem, igen. Gyere, Titt, Lulu, gyere ide,
Nem, mert annyira fél tőle. De a pici meg fél a Totótó, tehát vice versa. Oda-vissza. Nézd csak, nézd csak, Titi, jön valaki. Jujuj. A tiszteletet meg kell adni. Titike, nem kakítál vízben? Nem, jó van. Addig, igen, úgy száradj egy kicsit. Nagyon ügyes vagy. Totója tekintély. És azt bánom már, hogy nem lentre. Várjátok már, kitaláltam valamit. Tiszta hülye vagyok, hogy itt megfogom az itatót, leviszem. Várjátok egy picit, lehet, hogy most semmit nem fogtok látni, de azért, mert most jutott eszembe, hogy leviszem a vizet nekik az árnyékba. Jaj, beleöntöm a saját papucsomba. Ah, bele hát, nem bírom. Na mindegy, mindjárt hozok nekik friss vizet. Totó, gyere! Itt legalább látom, amit majd írtok. Jó, és ez az. Jó. Gyere, Toti, gyere, mert akkor jön a Titti is, gyere! Gyere! Jó van, fele vizet kiöntöttem. Gyertek! Jó tetted, baba. Gyertek! Lesztisesen lennék ott köztetek. Igen, tudom, te nagyon messze laksz. Gyere! Gyere, kis pempő szájú! Gyere, gyere, gyere! Lulubel, gyere ide! Á, Lulu az biztos nem fog. Gyertek ide be az árnyékba! Gyere, Titti! Már az üres tál érkezett az árnyékba. Igen. Na gyertek, gyertek! De cuki Tittik egy kis talált. Ott lennék most, ha nem lenne gond. Ja, tudom, tudom. Hát jól van, csak rendbe jön minden. Én félnék Totótól. Hát Gizella valóban egyébként bánt. Tehát senkit nem enged úgy a közelébe, rajtam kívül. Tényleg mindenkinek neki megy. Mi van, Pindur Pandur? Menj oda te is inni! Megint szárazzon eszed. Hogy sikerült a tali? Hát a YouTube-on majd meg tudod nézni. Hát a Lulu nagyon fél a Tititől, mert neki ment. Egyébként a Lulu neki akart menni a picinek. Az meg mindjárt fölpattant. És ugye egyenesbe vágta magát. Így a Lulu megijedt. Úgyhogy visszatámadt a pici hattyú. Nem számolt rá a Lulu. Ugye hozzá van szokva. Mivel kicsinye van, jó, hogy agresszív. Kinek van kicsinye? Nincs kicsinye senkinek. Ez nem a Totóé a kis hattyú, ő egy fekete kis hattyú, csak se a Totó segít így nevelgetni. Totónak semmi köze a kis hattyúhoz. Ne menj oda, picur! Gyere, Lulu! Csibi! Csimi! Gyere, csibész! Megpróbálom ráhúszítani a Lulut a Tittire, de úgyse fog merni. TikTok oldal, Totó és Gábor, így van, gyerekek, kövessétek be az oldalamat. Lulu! Gyere, Csibi! Csibi meg a picit! Nem fogja. Nem meri. Gyerekek, kövessétek be az oldalamat, nagyon szépen megkérek mindenkit, és nagyon szépen meg is köszönöm, ha bekövetitek, hogy legyen több követőnk, és ezt a mai élő adást 7 óra, 8 órakor visszatudjátok nézni a YouTube csatornámon, addigra feltöltöm, jó? Megígérem, legkésőbb 8-ig fent lesz az oldalon, YouTube oldalamon, és akkor meg tudjátok nézni a támadást, ahogy ugye visszafordult a támadás, mert a Lulu megtámadta a pici hattyút, az meg nem ilyet meg tőle, hanem visszatámadt. Gábor, Titi, Lulu, Totó oldal. Ja. Ne menj oda, mert megcsíp! Aj, de vakmerő vagy, vakmerő vagy! Nehogy megegyétek azokat a bogyókat ott. Azt se tudom, mik azok. Ja, nem csak a fűszálakat. Az állati jó csatorna.
Na, igen. Köszi. Titi, gyere ki onnan! Álljátok, felhúzom a papucsomat. Kicsit most nekem az a gyanús. Nem tudom, hogy mit tesznek ott bent a sarokba a gazba. Remélem nem valami bogyót. Totó, ne menj oda be! Hallod? Menj ki innen! Mik ezek a bogyók? Menjél ki innen, Toti! Menjél ki, nem tudom mik ezek. Menjetek innen ki! Nem tudom, nem ismerem ezeket. Menjél ki innen a gazból! És ha te mész, akkor a pici is megy utánad. Vonuljál, vonuljál! Menjél! Persze, hogy közel van hozzám. Nézd meg a videóimat, hát én szoktam a Totót törelgetni. Ja, hogy a kicsi van közel. Igen, igen, igen. Hát remélem, hogy megszokják így egymást. Bízom benne. Hát ugye a pici az menne a Totóval, csak a Totó egy kicsit ilyen távolságtartó még egyébként. És borostyán mag. Nem, nem tudom mi az. Nem tudom, az nem borostyán ott lenne a földön, csak a falon, ami van, az a borostyán. De most elviszi a picit a másik irányba. Tehát nem is baj, hogy sokkal nagyobb is a fű meg minden. Megy elő a pici. Totó megköveti. Szia, Szilvi. Jóska Pista, köszönöm szépen a szívlelést. Tündérek vagytok Szegedről, köszönjük szépen. Na nézzétek, csak szerintem ott lesz egy kisebb galiba. A Titti hatalmat érez a Totó miatt. És szerintem neki fog menni. Ne menjetek arra be! Igen, mert ezt a... Ne, el ne szakítsd a zsinór, Totó! Nem látod, a Szent Lélek tartja? Nem. Légy szíves. Na, te hova mész, Giliszta? Menjél arra vissza Totóhoz? Mennyi arra vissza a Totóhoz? Nálunk is van egy kicsi cica, nagyon vad. Bent. Nagyon. Köszönöm Szilvikém a megosztást, Lacinak a kedvelést. Nem jönnek a lájkok, gyerekek, úgy, ahogy kéne. Mi csak 42 ezer lájkunk van. Sokkal több szokott lenni. Nem, már lemaradtál balhéról, István. Azt most már nem tudod meglátni, csak majd a YouTube oldalamon. Köszönöm szépen az ajándékot. Mennyi, mennyi, pici, mennyi? Titi, mennyi oda a Totóhoz? Mennyi? Mennyi? Induljál? Mennyi oda a Totóhoz? Gyorsan, gyorsan. Mi volt? Hát a kishattyú neki ment a Lulunak. És úgy megijedt a Luluka, hogy ez elment a bánatba, most jön visszafele. Mi van? Hát szia! Köszönöm! Júj, ne gyere ennyire! Jaj! Szia, Béci! Lulukám, ebből baj lesz. Méghozzá úgy, hogy a kishattyú neked fog menni. Gyere! Lulu! Lulu, gyere! Zala megye. Ija hercegnőm, mit fész a Lulut, vagy Lilitő fész, a Tititő? Na menj oda hozzá, barátkozz össze vele. Pedig állandóan küldöm a lájkot. Köszi Melinda, köszi. És ezeket úgy találtad. Júj! Júj, 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 júj! Nézd csak, Titike keménykedik. Kemény, mint a Vídia. Vissza is már. Igen, hát szép napot mindenkinek. Szerintem meg fog támadni, valószínű. Titti szekkori. Igen. Te édes kis alci kakas. Igen, igen, igen. Nem, 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 nem. Ne rágd el.
Gyere. Nem egy jó, de világ meg téged. Nem védi a Totó, a Totó engem véd. Ja nem, Szab Zsolt, nem úgy találtam, ezek itt vannak, Keszthelyen vagyunk a Festetics Kastély madárparkjába. Tehát ezek a madarak itt laknak a parkba, kastélyparkba, úgyhogy mindenki itt lakik. Ő egy fekete kishattyú, ugye mi neveljük, mert a szülők ott hagyták a tojást, és mi neveltük föl, ő a Totó. Ja, és a tiéd? Igen, igen, az enyém. Lulu! Távol, Lulu, milyen fajta madár? Ő szürkefejű ásólúd tojó. Ő egy kislány. Víz van nekik? Persze, hát van nálunk a madárparkban öt darabtó. Az egyik az hatalmas, másik még nagyobb, és a maradék három pedig lenne kisebb tavak. Tehát itt egész tórendszer van a madárparkban, hiszen ez vízi madarak vannak itt. Tehát rengeteg nálunk a tó meg a víz. Lulu gyönyörű és okos madár. Igen, igen, egyébként rafinált, minden hájjal megkent egyébként, és nagyon ügyes és mozgékony is. Meg is mutatom nektek még a kispávákat. Most már képzeljétek, a kispávák is megnőttek. Most már ők is ilyen nagyok, ezek ilyen tarkapávák lesznek. Van köztük fehér is. Totó, nem bántod, ugye? Úgyhogy van, meg itt vannak piros aranyfárcánok, királyfárcánok. Tehát van itt több minden. Igen, tosan nagyon megnőttek, nagyon szépek lettek. Várjátok, visszajövök a Totóhoz, mert nem szeretném, ha bajt csinálna. Na, gyere ide, Toti! Totó, gyere ide gazdihoz! Gyere ide, Totókám! Gyere ide! Ne menj el! Totó! Gyerekek, kövessétek be az oldalam, legyen minél több követőnk. És lájkoljatok egy három édesapám, kedvencem, fehér páva volt. Na, be vagy. Köszi. És lájkoljatok egy 3-4 videómat, és akkor a TikTok algoritmus hamarabb feldob nektek, amikor én live-ozok, vagy amikor új videókat rakok fel. Ezt tapasztalatból mondom, mert én is csináltam olyant, akit követek, hogy belájkoltam 3-4 videóját, és bármikor élőzik, vagy valami, akkor azt nekem mindjárt jelzi a TikTok. Úgyhogy ezt tegyétek meg ti is. Nagyon szépen köszönöm a követéseket. Így van, Gábor, beadja a TikTok. Igen, tudom. Na, most nem is nyúlt a Totó a kishattyúhoz, pedig azt hittem, hogy megcsípi. Na gyerekek, szerintem itt a kis makrancos, gyere Lulukám, úgy jöttök mind a hárman, vonultok. Jujuj! Jaj! Tied? Igen. Gyere ide, Totikám! Mióta foglalkozol állatokkal? 27 éve. Hát szia! Ki köszön a gazdinak? Ha? Ki köszön a gazdinak? Hát gyere ide! Ha? Ki köszön a gazdinak? Nekem rögtön jelzi, ha belépsz. Na, az jó. Totikám, ki köszön a gazdinak? Köszönjél nekem? Hogy kell köszönni a gazdinak? Mondd meg! Bánt? Hát igen, mindenkit bánt. Engem egyébként nem, mert ugye én neveltem föl pici kora óta, és nekem így elviseli hogy itt vagyok közelében, meg hát ugye mindig gondozom, vigyázok rá. Megfordítom a kamerát. Totókám, hova mész inni? Igen, megy az itt a tepszihez, tálcához inni. Ugye neki is van tava, csak nem itt kint, hanem benne a madárparkba. Igen, most vonul. Jaj, ez a Lulu milyen kis bizonytalan lett, de azért picit vissza. Igen, jaj, de szalad utána, jaj, de szalad! Gyere ide, hercegnő! Gyere, menjünk te is, adok inni, gyere! Oda jössz, gyere, oda kísérlek, gyere! A pici már iszik, meg a Totó is. Ugye megtalálták a tálcát.
Azért ők elég sűrűn isznak, hiszen vízimadarak. Szia! Sziasztok! Gyere, Lulu! Gyere! Lulu! Gyere ide! Gyere, Lulu! Ja, szóval most itt iszunk, iszik. Ugye most legelt egy kicsit, és ilyenkor innia kell. Gyere, Lulu! Gyere! Gyere, Lulu! Gyere hát! Hát, ő ilyen távolból figyelő, megfigyelő. Gyerekek, köszönöm szépen a követést. Nagyon hálás vagyok a követésetekért. Úgyhogy a titikérnek mindjárt meg kell itatnom. Gyere ide! Ide! Gyere! Ott így áll. Nem? Jaj, de ügyes vagy! Jaj, de ügyes vagy! Jaj, de ügyes a titike! Bizony! Hátszia! Hátszia! Hát mit szeretné? Mit szeretné? Igen, itt van a titike, most egyfolytában iszik gyorsan, habzsolja az életet. Olyan, mint egy kis alkoholista egyébként. Na, most én rúgtam ki a... Hát, megfordítom a kamerát. Na, itt. Szia, királyfi! Hát, szia! Hát, szia! Hát, szia, Lulukatával! Hát, mi van? Mi van? Mit szeretné? Most beszél a kommunikálatotó nektek. Nem. Szia, bajos csaj, szia. Jó Istenem, hát mi van? Búj ide. Jaj, de ügyes voltál. Jaj, de ügyes voltál. Gyere, Toto, búj ide. Nem látunk, vagy hogy nem látok. És ez komoly? Szia, Lili! Nem látjátok a videót? Lulu olyan szép, mintha festve volna. Igen, most nem is tudom, hogy hol a Lulu. Tomi, ja, és mikor jobbra-balra fordítja a fejét, az nagy elismerés neked, Gábor. Nem, Tomi. Nem fogok nektek hazudni. Ez az udvarlási ceremóniának egy része. Ő így udvarol nekem. És ugye ebben mutatja azt, hogy mi van? Mit szeretné? Hát mi van? Mit? Köszi. De te veled mi lesz itt? Oké, minden, Gábor. Szóval szia, Gábor, szia, Toto, szia, Fehér Ferenc, sziasztok. Gyerekek, kövessétek be az oldalam, legyetek olyan kedvesek, hogy minél több követőnk legyen. Azért azt megköszönném nektek. A picike meg itt van. Mit szól a Tittihez, Lulu? Ú, össze, a Titti neki ment. A Lulunak. Úgyhogy Alonso, hello. Lulunak neki ment a Titti nagyon drasztikusan, gyerekek, nagyon brutálisan elverte a Titti. Úgyhogy a Luluka, az most gyere, az most nagyon fél a Tittitől. Hát azért, mert ő így érvényesítette a hatalmát és az erejét, pedig fele akkora, mint a Lulu. De most valamiért a Lulu, hány kacsa van? Sok. Fú, 360. De nem csak kacsa, ludak, hattyúk, meg ilyenek. Vannak ugye fekete hattyúk, sok lúd, meg sok mindenem van. Nem tudom most így nektek felsorolni. 360 madár van, 52 faj, annyi madarunk van. És itt vagyunk Keszthelyen a Festetics kastélyba. Hát nem fordítva volt, én is meglepődtem. Egyébként én is meglepődtem, hogy a kis szarmadzag neki ment. Hanem, úgyhogy én magam is meglepődtem rajta, gyerekek. Lulu, gyere! Lulu! Na, ide sem már jönni, gyerekek. Szóval,
Gyerekek, kövessétek be az oldalam, azt nagyon szépen megköszönném nektek, ha követnétek. És igen, így, ahogy írja az Anita is, hogy írjatok nagybetűvel, mert ugye süt a nap, és a telefonom kijelzőjén alig látom, de szinte azt abszolút nem is látom nagyon, hogy ki ír, csak azt, hogyha nyomtatott betűvel írtok ezt. Láttam, csak Gábor mondta, este visszanézem. Igen, este a YouTube-on van ugyanez a nevünk, Totó and Gábor. A YouTube oldalamra este 8 órára fel fogom tölteni a mai live-unkat, úgyhogy majd ott vissza tudjátok nézni. Bátor lett, így van. Köszönöm szépen, Ildikó, a követést. Nagyon szépen köszönöm, nagyon aranyos vagy, hogy bekövetted az oldalamat. Másoknak is ezt tudom ajánlani, hogyha szeretnétek hattyús és madárparkos live-okat, valamint videókat, akkor meg tudjátok itt nézni az oldalamon, hogy milyen kapcsolat van a Totó és köztem. Ugye a Totó, a fehér hattyút én neveltem fel 2 napos kora óta, itt meg tudjátok nézni, ő nagyon sokat utazik velem, szeret utazni, imád tévét nézni, tehát ezek mind-mind fent vannak videóban, meg ugye együtt járunk vásárolni, shoppingolni, konditerembe, tehát ezek a videók mind fent vannak itt ezen az oldalamon, úgyhogy kövessétek be az oldalamat, tekintsétek meg a videóimat, és lájkoljátok, amelyik tetszik. Ha meg belájkoltok 3-4 videómat, akkor azután az algoritmus föl fog könnyebben dobni nektek, amikor én live-ozok, vagy amikor videót rakok ki. Úgyhogy mindenképp kövessetek be, és lájkoljatok minimum 3-4 videómat, és akkor az algoritmus fel fog ismerni titeket a későbbiek során. Ki lesz nagyobb, Titti vagy Totó lesz a nagyobb, ugye azt azért tudni kell, hogy van 6 fajta hattyú a világon. Ez a bütykös hattyú, a fekete hattyú, a fekete nyakú hattyú, a trombitás hattyú, az énekes hattyú, és van a koszkoróba hattyú. És a 6 hattyú faj között a bütykös hattyú a legnagyobb. Tehát a Totó lesz a legnagyobb fajta, tehát ő a legnagyobb fajta hattyú. Az összeset kell lájkolni, mert jók. Köszi, Laci, köszi. Aranyos vagy. Igen, igen. Úgyhogy, ha belájkoljátok, kommentelitek azt is, nagyon szépen megkérdezem. A falevelet... ti a Totó? Hát a Totó az most már így nagy, egyébként nem is eszi, nem néz csak, hanem csak leszedi, letép és ki is köpi. Tehát nem eszi meg, hál' Istennek. Nincs úgy rászorulva a Totó. Látod, ki is köpi. Tehát... Laci, így van, köszönjük szépen. Úgyhogy gyerekek, legyetek kedvesek, és lájkoljátok, és kommenteljétek a videóimat, ha tetszik. Ha nem, akkor csak tovább görgetitek, és megköszönöm, hogy itt voltatok az oldalamon. A mai live az pedig fönt lesz este 8 óra körül, már föl fogom rakni. Lehet, hogy egy kicsit hamarabb is, az a YouTube csatornámon vissza tudjátok nézni, ott ilyen több órás videók vannak, és vissza tudjátok nézni ott az élő adásokat, aki lemarad a TikTok élőkről, az ott vissza fogja tudni nézni. Imádlak titeket, köszi szépen Magdika, köszi szépen. Úgyhogy szeretettel várlak titeket, és kövessétek be a YouTube oldalamat is, ahol tudjon az a nevem, Totó and Gábor, úgyhogy szeretettel várok mindenkit a csatornámon. Úgyhogy, ja. Totikám, gyere ide, drágám! Ide jössz a gazdihoz? Gyere ide! Gyere ide, mutasd meg, milyen okos vagy! Mutasd meg, milyen okos a Totóka! Hát mit szeretne az én... Jön ez a kis szaralak is. Hát szervusz, drágaságom! Megérkeztél? Az urak, azok érkezni szoktak, igaz, drágám? És te egy úr vagy. Kérem, kit szeret a Totóka? Kit szeret? Mondjál nekem valamit. Hát mondjál nekem. Elmész? Ja, mert nem öleltelek meg. A live után megszeretgetlek, jó? Addig el így kerülj egy... Lulu, belveled mi a bánat lesz ott? Lulu? Gyere ide, hercegnő! Nagyon letörték az agaraidat. Szia, Kriszti, szia! Nagyon szépen köszönöm, gyerekek, a követéseket és a kedveléseket. Puszi nektek. Krisztikém, köszönöm szépen ezt a jelvényt, vagy ezt a szívecskét. Csoda szép Totó. Igen, egyébként hatalmas madár. Gyere már ide, Lulu Bella! Cumi-gumi, gyere ide! Nem meri. Ja, nem mer, igen, tényleg fél. Na mi van, te kis porzák?
Hova mész? Hova dagadt seggeddel. Oda mész a Totóhoz? Hát figyelj, ne bízzál azért annyira Totóba. Köszik Évikém a követést. Mindenkinek köszönöm, aki beköveti az oldalamat. Gyere ide, drágám! Gyere ide! Szia, szia, Fecó, köszi szépen. Aj, egyen meg, de drága. Ja, most utánozza a Totót. Ő hitt a menő manó. Egyébként. Imádás van, köszi, baba. Lulubel, gyere hát ide, gazdihoz! Á, ott van a háttérbe, gyerekek. Sajnálom, szegény Tittike leverte, mint vakapoharat. Úgyhogy... Na, most meg nem tudom összeszűkíteni a képernyőt. Lulu merre van? Ott van, távolba. Mert a Tittike elverte. Neki ment a Titti. Jó, megcsapkodta. Lulu meg megijedt, azt elment arra a világ végére. Gyere, Lulu! Azért ő a Totóval sokkal jobban el volt egyébként. Csak most a Lulubnak az a baja, hogy most a kishattyú beleköpött a levesbe. Mert ugye nagyon támadta a Lulut. És most nagyon fél a Lulu, tehát tele van a bugyogója. Úgyhogy most ott van a messzi távolba. Tötikám, gyere ide, angyalom! Gyere ide a gazdihoz! Cumi gumi! Lulu azért megbocsájt. Á, nem, Lulu nem felejt. Innentől fogva, most azt várja egyébként a Lulu, hogy visszavigyem a madárparkba, mert innentől fogva ő már itt nem érzi magát kiskirálynak. Ugye benne a madárparkban meg ő a Jani, tehát ő itt a hajake, de itt kint ugye elvoltak, mint hal a szatyorba. Totóval azért úgy nagyjából megértették egymást, de most nagyon fél a kishattyútól. Nagyon, nagyon neki ment a kishattyú, nagyon neki ment a Lulunak. Én magam is meglepődtem. Titt is agresszív lesz, most is az. Igen, egyébként az lesz szerintem is. De hát ilyenek a hattyúk, gyerekek. Tehát a hattyúk azok ilyenek. Mindegyik agresszív, nem csak ez a két faj. És egyedül fonanszírod. Fú, ezt nem értem. Na, majd Lulu is nekiindul, aztán visszatámad. Nem fog, nem. A kicsit most a pici, ugye lehet, hogy Laci lemaradta az elejéről, de az első találkozásnál ott elrendeződött köztük minden. Nem ijedt meg a Lulutól a Titti, abszolút nem, sőt, mondom, beleállt. Ugye kezdte ütni, vágni, hogy ugye a Lulu is vissza akart támadni, de esélye nem volt. Ezek még megijedt attól is a Lulu, hogy a Titike elesett és főborút, hanyat esett, annyira begerjedt. Totó és Titti lesz az új véd. Nem maradt. Igen, igen, igen. Tehát úgy támadt, olyan vehemensen támadt a pici, hogy elbotlott a saját lábába, és hanyat esett. Köszönöm szépen Fédre a követést, Zsolti, köszi a követést. Gyerekek, kövessétek be az oldalamat, és nagyon sok élményt fogok tudni nektek nyújtani a videóimmal és a live-jaimmal. Úgyhogy ez nem egy olyan live, ahol énekelnek meg minden. Legalább ennyi örömöm van már, őket látom meg, ha nem is élőben. Így van, szép napot, Totó, ide lehet hívni. Igen, igen, ide finanszírozod, az kérdezték. Ja, hát nem, ez most úgy van, hogy ugye felrakod őket ma YouTube-on. Igen, igen, 8 körül szerintem a mai videó az fent lesz. Ez úgy van, hogy a kastélyé a terület, és én telepítettem be a madarakkal, és így vagyunk egy közös munkába a kastélyjal. Úgyhogy a madarak végül is így az enyémek. Jó, köszi, szíves. Gyere ide, picurkám! Gyere ide, Titti! Gyere ide! Nem ide jössz, hanem elfele mész. Hello, ide hívod őt. Totó! Várjatok. Jaj! Most lehet, hogy nem fog ide jönni, mert így legel. Toti! Gyere ide, drágám! Totó, gyere ide a gazdihoz!
Gyere ide! Ja, most lehet, hogy nagy melóba. Várjátok, már kirakom az vagy a telefonálványomat. Csak rángatolózik. Majd foglalkozol Luluval is külön. Persze, majd, hogyha az óriásokat beviszem. Nagyon Totóra van hangolódva Titti. Igen, igen. Totó, gyere ide, drágám! Toti! Totó! Várjátok, mert leköti a figyelmét a legelés. Toti! Mert egyfolytában karattyol. Lulu, hol van? Hát ez egy kicsit a távolabb. Ott van. A kicsit meg van illetődve, nagyon rosszul érintette, hogy a kis hattyú elverte. Totó! Gyere ide, drágám! Toti! Gyere ide hozzám! Látom, köszönöm a kis hisztigulót. Igen, gyerekek, kövessétek be az oldalam, azt nagyon szépen megköszönném nektek. Valamint lájkoljátok a videó. Kapitány, ó, köszönöm szépen a rózsát. Nagyon kedves tőled, köszönöm szépen. Mit akartam mondani, hogy ugyanez a... ó, Raúl, köszi a rózsát, köszi. És köszönöm a követést mindenkinek. Szegény Lulut most sajnálom. Nem kell sajnálni, azért nagyon jól tudjátok, hogy a Lulu az egy másik kategória. Tehát a genyóságnak a tetőfoka. Köszi Tomi a lájkokat, én is sajnálom. Ne sajnáljátok. Ahogy visszamegy a madárparkba, kezdi előről a genyózást. Tehát Lulunál nem szoroz az ilyen. Úgyhogy most az, hogy ott külön utakon jár, az csak egy dolog. Lesz trollkodás. Persze, hát visszamegy a madárparba, azt minden rendezgeti ott az összes madarat, mert ott ő a király. Hát jó, most egy kicsit gyerekek megtörték a királyságát, most ez van, hát nem lehet mindig a csúcson lenni. Van, amikor az ember ingadozik az élete, egyszer fenn, egyszer lent. Téged azért szeretni, persze, nagyon, Lulu az ilyen, ő is nagyon ragaszkodó. Azért nem is nagyon szoktam egyébként így a Totóval, majd most már akkor látom kis hattyúval, meg abszolút nem. Tehát nem akarok én se azért neki rosszat. Ő is úgy szeret a maga módján. Gyere, Titti! Gyere! Gyere ide, drágám! Gyere, pici! Úgyhogy jön a kis drágas. Gyere ide, hát! Hát szia! Hát szia! Nem jössz ide? Titti! Igen, nyomjátok a lájkokat, ezt nagyon szépen megköszönném gyerekek, csak 59 ezernél tartunk. Mondjuk az jó, mert pont egy órája kezdtem el, és ilyenkor 50 szokott. Titti szülei, meg tesó is ott van. Igen, bajos csaj, ott itt vannak. Ugyanekkorák a tesók is, mint a Titti, tehát csak pár nap differencia volt köztük, konkrétan 4 nap, de ez már ilyenkor nem látszik. De nyilván, mikor kikelnek, akkor nagyon. Ó, Raúl, ne költsd a pénzedet, mondtam már. Mit szól anya? Ne költsed ajándékokra. Köszi szépen. Megmutatod a kis csirkéket, ha van. Otthon vannak a csibék, gyerekek, itt nincsenek. Már nem fogadnák vissza. Nem baj, de vissza, hát... Szerintem visszafogadják, csak a Titti már nem utánuk megy, hanem az már így utánam meg a Totó. Ha most oda vinnéd hozzájuk, akkor bántaná? Hát igen, Márci, a valószínűsége a 90%, hogy egy mozdulattal belefolytják a vízbe. Tehát lenyomják a víz alá, és belefolytják, mert ugye a hattyú úgy öli meg az ellenségeket, és hát ő is ellenségnek minősül. Gyere ide, Dagi! Ő is ellenségnek minősül most már. Hát szia! Hát mi van, gyönyörű szégem? Mi, ide jöttél gazdihoz? Nem jó a Totóva? Mi? Összevesztetek? Ha Titti nagy lesz, Totó őt is bántani fogja, de hát erre már megvan a B-tervem. Ugye nem titkolom, meg nem... Mert ugye, akik rendszeresen nézik a live-jaimat, azok tudják. Gyere ide, királyfi!
Az is ilyen. Árulom a házamat, és nyilván, hogyha eladom a házamat, akkor itt egy jót akarok venni, ahol hatalmas az udvar. És a Tittinek is, meg a Totónak is külön-külön lesz egy-egy tava. Ja, mi van életkém? Jaj, te, de most ezt nem látjátok, de hogy mindjárt megfordítom a kamerát. De cuki vagy. Jaj, Istenem. Jaj, de kár, hogy nem látjátok. Várjatok gyorsan. Kamera. Ide jött a kezemhez, hogy itt szárítkozzon. Hát mi van, kicikém? Segítsek száradni? Hozzam a hajszárítót? Mi? Életkém, hát mi van, ide jött igazdihoz? Most már őnek is működik a zsírzója, ugye 4 hetes elmúlt, közel 5 vagy 6 hetes, nem is tudom pontosan. És most már neki is működik, hál' Istennek, a zsírzója, úgyhogy már saját magát le tudja zsírozni. És rendbe tudja rakni magát. Hát mi van? Ki az? Hello? Hova mész? Itt hajtsz? Várjatok, mindjárt megfordítom a kamerát megint. Most egy kicsit idejött, itt szeretgetni, meg hogy simogassam meg, azt most megy vissza a Totóhoz. 6 hetes, tegnap írták, ja, na látjátok, ti jobban tudjátok, na ez azért jó, ennek azért örülök, mert látszik, hogy követitek az oldalunkat, úgyhogy nagyon hálás is vagyok érte, hogy kövessétek az oldalamat, arra kérlek titeket, aki még nem követi. És Magdikám, köszönöm szépen, ne költsetek ajándékokra, jó? Én nem egy ajándékvadász vagyok, nekem nem kellenek az ajándékok, nekem ti kellettek a nézők, értetek, csinálom, mégis direkt megosztom veletek, akik szeretik a Hattyút, a Totót, Lulut, Tittit, meg a Madárparkomat, meg a kis csibéket, ezt nektek csinálom, értetek, hogy lássátok ti is, hogy élünk, ugye a kis állatkertbe, a kis madárparkunkba. És ez azért fontos nekem, hogy meg tudjam osztani veletek, én nem ajándékvadász vagyok, de ezért nagyon szépen köszönöm a rózsát, de kérlek, ne küldjetek ajándékokat. Laci, tegnapi live-ba írták, onnin tudom én is, igen, a Merci. Merci, igazad van, tudom, igen, igen, csak elfelejtettem. Szeretetből küldöm, nagyon aranyos vagy, Magdika. A szeretetből tudod, mit küldjél? Lájkokat nyomjad ezerrel az ujjaddal. Az igazi élményt nyújt nekünk Gábor, örülök neki. Vizipók A. Ez nem tudom, mi akart lenni. Aranka, szia Aranka, köszönöm, hogy itt vagyok. Merci, kedveled, köszönöm. Raulom, mondtam, hogy ne kőtekezzé, mert megmondalak anyádnak. Szia Falusi Zsuzsi, szia neked is. Szóval, ja. Raul, mondta, hogy fejezd be most már. Véletlenül volt. Ja jó, nem, semmi baj, már fáj az ujjam. Na Magdika, köszönöm szépen. Na hát Raúl, most már elég volt, most már. Majd mindjárt ráírok anyádra. Lulu, bemutattad már a kicsit? Igen, igen, Mimi, lemaradtál. Este 8 órakor már meg tudod, vissza tudod nézni az élő műsort, ezt az élő adásomat. A YouTube oldalamon, úgyhogy ott majd vissza tudod nézni. Meg volt a nagy találkozás, a kis Hattyú neki ment a Lulunak, úgyhogy a Lulu ott van hátul a gazba. Meleg, nagyon, nagyon csúnyán elverte a kis Hattyú, úgyhogy most meg van sértődve, ott lehet is látni a háttérbe. Ott van, ott áll, meg van sértődve, és el van keseredve, hogy őnek is most elverték a seggét, úgyhogy Irénke, köszönöm a kedveléseket, gyerekek, nyomjátok a lájkokat, Raúl, inkább a lájkokat nyomkod, ne az ajándékokat küldjed. Lássam, hogy nyomod az hogy a lájkokat, mert nem látom. Mimi. Köszönök minden gyereket. Úgyhogy Melinda Ferenc-tasi 8, nem tudom mi. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm egyébként, hogy itt vagytok, és hogyha bekövetitek az oldalamat, azért is hálás vagyok, nagyon szépen köszönöm nektek. My name is Boss, követte az élőt, köszönöm, thank you. Köszönöm a kedveléseket. Toti! Toto! Gyere ide a gazdikához, gyere ide a gazdihoz, gyere ide! Mutasd meg, hogy szeretsz. Gyere ide. Toto. Gyere ide a gazdihoz. Nem jössz? Nem, most
Már dagad az ujjam a az a jó, Melinda, köszi, aranyos vagy. Nézzétek meg, milyen lökött a Totó, kifekszik a napra. Így is van 30 fok. Titike, gyere ide te akkor. Lulunak nem ismerem mondani. Ott van a hátul, de legalább van ez, hogy az árnyékba ül, nem úgy, mint a Totó. Meg a Titi. László Gábor, szia. Szia, üdvözöllek. Gyerekek, arra kérlek titeket, aki még nem kö... Szia! Ott az egyik vendég, hogy az egyik madárnak eltörött a szárja. Dehogy törte. Hát, mit tudom én. Mondom, tudjatok róla. Köszi. Azt észrevennénk, ha valaminek el lenne törve a szárnya. Meg a lába, vagy a lába. Hát gyere ide, szépségem. Gyere ide a gazdihoz. Gyere ide, Döbrögi. Téged nem hívtalak. Jössz ám, mint a gőzmozdony. Szia! Hát életkével, ide jöttél. Igen, még beszélsz is. Ja, Istenem. Hát szia! Gyors, megfordítottam. Hát szia, itt vagy a kamerában, nézd csak. Hol van a kis Tittike? Mi? Jaj, ide telepettél a kezemhez. Vannak neki ilyen hiányosságérzetei. Szia, Sándor. Tehát vannak neki ilyen hiányosságérzései, amikor ide kell, hogy bújjon hozzám. Ettől megnyugszik. Köszönöm szépen a szívecskét, és így jobban is érzi magát. Nézzétek meg, olyan nagyon cuki. Annyira szeretem, hogy ilyen. Te is megjöttél, életem. Mert téged már hogy mutassalak? Te olyan nagy vagy, hogy nem félsz bele a kamerába. Gábor, az új oldala. Igen, az enyém. Van egy új oldalam. Egy mondhatni szűz oldal. Sándor füstös, aranyos kis liba bébi. Igen, ő hattyú egyébként, fekete hattyú. Hogy magyaráz? Igen. Szia, Ilona. Mit csinálsz te itt? Köszi, Sanyikám, a jelölést. Nagyon szépen köszönöm neked. Kövessétek be az oldalam, aki még nem tette meg, annak nagyon hálás lennék, ha bekövetne. Köszönöm, with his... Aj, micsoda nevek. Átjöttem ide, aranyos, nagyon angyali. Köszi szépen, köszi Gábor. Az újat is. Ja, szia, szép napot kívánok. Köszi Margo, köszi, viszont kívánom én is neked. Gáborkám, aranyos vagy, ne küldjél ajándékokat. Ne költekezzetek. Csak nyomjátok a lájkokat. Raúl, köszi a rózsát, de most már a lájkokat nyomjad. Nem látom, hogy nyomod a lájkokat, direkt azt figyelem. Ilona is kedveli, köszönöm szépen. Anita is, köszi, Tomi, köszi. Úgyhogy, ja, írjatok nagybetűvel. Igen, az fontos lenne. Szépen, Anita is, köszi, Tomi, köszi. Úgyhogy, ja, írjatok nagybetűvel. Igen, az fontos lenne. Igen, egyébként nagyon puha, nagyon sejmes ilyenkor még, mikor pihék vannak. Sziasztok, szép napot! Szia, Ildikó! Holnap szeretettel várlak, úgyhogy gyere. Gyertek. Ha megnőtt, itt bántani fogja Totó? Igen. Sajnos igen. De szerintem a Titti is a Totót. Tehát nagy harcok lesznek, de... Szia, baba! De nem, mire megnő a Titti, addigra remélem megoldódik minden. És neki is lesz saját kis tava, és külön fogom őt tartani majd a Totótól, majd nyilván megpróbálok neki párt. Úgyhogy igen, kövessétek be az oldalamat, nem kerül semmibe, Gábor, fogad, de ne legyél szerény, megérdemled. Aranyos vagy, Gavesz, köszi szépen. De azért a semmitől többbe kerül. De mindegy, nem baj. Nekem a lájkok kellenek meg, hogy kövessétek az oldalaimat. Azért hálás vagyok, tehát ezt azért csinálom ezeket a live-okat, meg a videókat, hogy veletek megosztam a kishattyúnak, meg a Totónak, meg Lulunak, meg a madárpark életét, úgyhogy én örülök, hogyha örömet tudok nektek szerezni. Holnap ott leszünk, már nagyon várjuk. Rendben, Ildikó, én is várlak titeket szeretettel, gyertek. Köszönöm a kedveléseket, és még jobban köszönöm a követéseket.
Nagyon jó, nyomjátok gyerekek, egy óra hosszája live-ozok, meg egy 11 perc, és már 70 ezer lájkot nyomtatok nekem, nagyon cukkerek vagytok. Nagyon jó, haladunk, így hamar meg lesz a 100 ezer lájk. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm is nektek. Köszi Gábor, várjatok, mert jön valaki. Igen, megtámad. De gyere. Ó, Istenem, kiborítottad a tápot. Menj arra, Toti. Na, mi van? Jaj, de nagy a szerelem, te? Igen, igen. De téged is szeretne, ha elengedném. Aha. Igaz, Totóka? Még szeretsz, hogy a live-ba még kiszhatjuk, meg még ott teszi-veszi magát élőadásba. Maradj ott, Titikém, hogy lássák a nézők, hogy szoktad rendbe rakni magad. Úgy, úgy. Gyere ide, Totikám. Gyere ide. Jó, kiborítottad a tápot, gratulálok, ügyes vagy. A drága tápot. Jaj. Jó van, látom, nem unatkoztatok. A Titi az itt maradt. Szuper élmény lesz, igen, igen. Úgyhogy gyertek. Angyali. Köszi, Gabi, köszi. Mi van te? Nagyon dolgozó. Bocsika, megijesztettelek. Nagyon nyomod a pittét, öcsi. Nagyon nyomod. Fújjalak, hogy hamarabb száradj. Jó így? Jobb így? Lulukám, te meg nagyon elvesztél ott a gazba. Mi van életem? Kis pihe cukker nagyon. Igen, egyébként az. Melege van. Nem, nincs melege, mert árnyékban vagyunk. Látok, itt valaki írt valamit. Kis pihe cukker nagyon. Igen, igen. Gábor, mit írtál? Totóval összeszoktak? Nem, nem. Nem is fognak szerintem. Annyi, hogy Totó elviseli, de nem szereti, szerintem nem is fogja. Laci biztos is, hogy életre szóló emlék lesz. Igen, igen, a Laci az már volt itt a nyáron, és ő neki is nagyon tetszett. Úgyhogy szerintem a Laci neked azért írhatott valamit, mert ezt nem láttam, hogy mit. Úgyhogy, ja. Köszönöm szépen, gyerekek, ha bekövetitek az oldalam. Sziasztok, millió puszi, szia, baba. Lát, ha Gábor valahogy. Mi van ezek a pávák? Azt se tudja, hogy bújjon ide. Mi van, szaroszkám? Begijedtél? Jaj, hogy dobog a kis szíved. Jaj, Istenem. Ovakasz, mi van? Nagyon dobog a szíved. Megijedtél a páváktól? Igen, szeret, nagyon. Szerintem itt érzi magát. Igen, nagyon sokat nőtt. Aranyos kis Totó. Ja, mert milyen nagy. Igen, nő azért. Igaz, eszik is nagyon sokat. Igaz? Ki ilyen kis beleszke mindig? Ha? Mondd meg, ki ilyen beleszke? Ha? Igazítok rajt kamerán. Hát mi van, kis szorzák? Mi van? Hát mi van? Nagyon megijedtél páváktól, igaz? Jaj, tő. Zsírozd magad, mert még nem, még vizes a haszad, érzed? Úgy, még dolgozzál. Gábor, mi a tengerparton is a live-odat nézzük, hallgatjuk. Köszi szépen, pedig inkább jobb lenne, ha fürödnétek. Biztos ott is klassz az idő, itthon is nagyon meleg van egyébként. De hát biztos a tengerpart az meg még jobb. Úgyhogy, de gyertek, holnap szeretettel várlak titeket. A gyerekek, kövessétek be, meg osszátok meg az élőt, mert alig vagyunk, csak 75-en, vagy mennyien, 77-en, úgyhogy osszátok az élőt. Én is meglepődtem, milyen nagy már. Igen. Na mi van, drágám, te is jössz? Mit szeretné? Itt jön a királyfi is. Mi van, Totikám? Gyere ide, ülj a hátamra. Na, ülj a... Szia! Te is ide jön, hiányoztam? Mi? Bizony, látom, hiányoztam. Jó, Istenem, körbe vagyok véve ilyen kis cuki bombákkal.
Totó megérkezett, igen, látványosan. Na most mi van, elmész? Ha? Mennyi, Totika, mennyi? Most ennyi mindenkivel nem tudok egyszerre foglalkozni. Igaz? Te? Meg mi lesz? Megszáradsz már? Mi? Megszáradtál? Akkor mennyi a Totóval legelni? Nem mentek? Egyébként a Titi is inkább jobbára velem van. Megy legelni egyet. Ja, hát valahogy ő is inkább itt érzi magát jobban így biztonságban. El van így a Totóval is, meg jön, megy vele, meg mit tudom én, de ha valami baj van, akkor egyből futás hozzám. Gyerekek, igen, köszönöm szépen, Anita, hogy kitűzted, kövessétek az oldalamat. Tábor a kicsinek mikor lesz a végleges színe? 13 hónaposan lesz korom fekete. Egyedül alszik Titti? Igen, 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 otthon alszik a nappalimba. Van neki egy karton, nagy kartondoboza. Napközben azért nem van az udvaron velem. Lulu törzsőrmester ez a világból kiment, mert ez a kis szarmadzag megtámadta. Luluka nagyon megijedt. Össze is verte a kishattyú a pampuláját neki rendesen. És most azóta a Lulu meg van rökönyödve, azt várja szerintem, hogy vigyen vissza a madárparkba. Mert ugye ő neki az a birodalma, ő ott a király, nem itt kint az udvarom. Úgyhogy a Lulu azt várja. Lulu, gyere ide! Gyere ide, drágám! Á, de hogy jön, ott nyújtogatja a nyakát a messzi távolba. Szia, Magdika! Este én már nem leszek, nem élőzök, Magdi, de vissza tudod nézni az élőket. Köszönöm szépen, hazavitted Lulut. Hát egyszer hazavittem, gyerekek. Hello, Ica vagyok, milyen szelíd jószág. Igen, szia, Ica. Egyszer a Lulut már hazavittem, de nem érezte jól magát, úgyhogy megfogadtam, hogy soha többet. Lulu nem szereti az új területeket, nem szereti a változást. Ő szeret ide kijönni itt a legelőre, amikor kihozom a Totót, de most ő besokalt egy kicsit, hogy itt a kishattyú, és most ő megtámadta a kishattyú őtet. Köszi Évikém a követést, és most ezt ugye a Lulu nehezen, nagyon nehezen tudja tolerálni, úgyhogy most ilyen pofára esés volt neki ez. Mondjuk neki én is meglepődtem, megmondom nektek őszintén, meglepődtem, hogy ez a kicsi szarmadzag, hogy tudott ekkora hatalomra szert tenni. Megmutatod Lulut, meg ugye megfordítom a kamerát, elment a világ végére. Várjátok. Na, hogy kell? Kamera átfordítás. Nézzétek, csak ott van. Na, ott van kis drágaságom. Elment, mondom, várja, hogy vigyem vissza a madárparkba. Nem mer ide jönni. Fél a kis zsiványtól, mert tényleg az ez a kis makrancos hattyúcska. Nekem is volt páva, emu, és mindenféle madár nagyon hiányoznak. Gyerekek, nagy betűvel írjatok, kérlek titeket, mert alig látom, amit írtok, mert azért itt nagy a fény kinn az udvaron. Hol a Lulu? Ja, ott van. De laknák amúgy Luluval, ha jól viselkedne. Ja, persze, ha simán hazavinném. Én megyek, ha nem gond, jó volt itt lenni. Jó van, szia, szia, holnap várnak talán. Szeretettel várom titeket, gyertek. Na, megfordítom a kamerát, mert így nem látjátok a... De hülye vagyok. Kamera átfordítása. Jó. Na, mi van? Jaj, de dolgozó! Még mindig vizes vagy? Ha? Titik egyébként most már kezdi így a kamerát megismerni. Nagyon sokat szoktam bele így kamerázgatni. És ugye most már teljesen megbarátkozott így a saját tükörképével is. Ó, megcsipett egy hangya. Na most lenne jó, ha itt lennének a kis csibéim, mert azok úgy összeszedik a hangyákat. Nyomjátok a lájkokat,
Nem, Krisz, ez egy fekete kis hattyú. 6-7-es. Jó mondom, Merci, 6-7-es. Szia, Zsú, szia. Totó belemegy egy kicsit, hogy központba legyen. Igen, a Totó az egyébként az olyan... Na hát, nem is tudom, gyerekek, nyilván elfogult vagyok, de Totó az nagyon-nagyon okos, intelligens madár. Ő teljesen másképp kezelem, mint az összes madaramat. Egyszerűen nem... Vele már nem kell foglalkoznom. Neki elég a szeretet, amit adok neki, meg ahogy megölelem, meg megszeretgetem, meg neki elég az, hogy elviszem haza, otthonban velünk. Én kacsa recepteket lestem. Hát Krisz, figyelj, ne írj be ilyeneket, mert a moderátorok ki fognak tiltani. Egy lehetőséget adnak, és utána kitiltanak. Lemaradtam Lulu, itt talán milyen volt? Hú, nagyon gáz volt, a kis hattyú neki ment, úgyhogy... igen, én vagyok a szerelmet, a tovább tenná kis csivéket. Biztos, Gizikém, igen, megtépkedné őket. Krisz, ok, mentem, sziasztok, szia Marika. Krisz tűnés. Nem kell arra, hogy ne. Nyilván nem tudják, hogy itt ugye ilyeneket, hogy megsütjük, megfőzzük, megesszük, vágjuk el a nyakát, tehát ilyenekben már megjöttünk. És van itt azért 12 moderátor, akik erre ugranak is, csak már mondtam nekik, hogy egy lehetőséget adjanak mindenkinek, a másodiknál már tilthatják. Mert van, aki ugye csak viccből írja be, de csak téged fogad a gyerekeidet, már nem. Így van, Gábor, Totó az már senki más. Köszönöm a megosztást, Tamás. Kedveléseket nem volt vicc sem. Nem volt vicc sem. Azt most nem értem, nem tudtam. Ja, azért mondom, Krisz, inkább szoktam, megbeszéltem a moderátorokkal, hogy szólok, élőbe, ha észreveszem, de édes, mennyi idős? 5-7-es vagy 6-7-es? Merci, mennyi? Szia, István! Igen, most dolgozik nagyon, mert fürdött, és most tollászkodik. Én folyamat kajás videókat lesek. Ja, értem. Merci, köszi szépen. Látogatók vannak jelenleg? Vannak, Gábor, de most már majdnem azt mondtam, áll Istennek, nem olyan sok, de nem mondunk ilyet. Hát azért már kikészültünk a nyáron a kollégákkal, megmondom őszintén, mert iszonyat brutál tömeg volt az idén. Szerintem ilyen sok látogatónk soha nem volt, mint az idén. És nagyon nehéz emberekkel. Nyilván ugye, amikor mi ezt kitaláltuk, akkor ebben tisztában voltunk, hogy majd lesznek látogatók. Gábor, ez viccnek is rossz, madárpark, és ilyet írni nem jó. Gyönyörű madáraid vannak. Köszi szépen. Bogi, köszönöm, Laci. Agyon puszilgatnám. Totó, Magyarország híres, és külföldön is. Igen, tudom, ha házi kedvenc, én alapból megenném. Nem tudom, Merci, gondolom, ez neked is köszönhető, hogy sok platformon fent vagy. Igen, persze. Egyébként valóban. Várjátok, úgy állítom be, hogy lássam a Totót, ha támadna. Mert fog, szerintem, nem sokára. Igen, egyébként nagyon sok helyen vagyunk. Mi van, Lulukám? Ide jöttél? Ja, már támad is. Hello, nektek fog benni? Igen. Már elég én mi lesz. Nagyon. Na, ne. Totó, gyere vissza. Totó. Csak az a baj, utána meg, mikor neki megy valakinek, akkor meg elkapja a nyakát, és kárt okoz neki. Totó, gyere ide. Totó. Szerintem egy kicsit gyorsabban menj be a madárparkba, és talán visszafordul. Vagy oda röpül. Totó. Direkt mondom. Istenem, komolyan mondom, gyerekek, kérdezitek. Oda repült a Totó, ahogy megtámadta az embert. Totó, gyere! Figyelj, Léci, ne hergeld már, mert bemegy az ajtón, mert nyitva van, és utána meg baj lesz. Gyere, Toti, gyertek ide! Tököm. Jó van, legalább te addig tudsz inni, igaz? Így áll, drágám.
Jó, most már itt láttam Irénke is, hogy mit ír. Gyerekek, akkor köszönjük meg, Krisz, hogy itt voltál. Úgyhogy Lulu, hogy van? Jól van? Most ezt ki is használja, hogy iszik-eszik. Úgyhogy a piros nem egyszer eljött, az gyönyörű volt, aminek olyan színe volt, mint a papagány. A fácán, piros arany. A Helgely kis, engedném rá. Gyertek ide! Gyere ide, Toti! De direkt, ó, na ettől kapok agyvérzést. Sok problémás ember van, ami nem tartja be a szabályokat. De így van, de nem is azzal van baj, mert érted, látom én, tudom, vagy na, ugye ő is ide akar jönni közel hozzá, szeretné közelről megnézni, meg jó, hát ez ilyet, ezt meg tudja a Balatonon is. De akkor mondom, hogy bánt, és még mindig jön, és nem ért a szép szóból, és utána meg tudom, hogy mit következik, neki megy. És akkor ugye, Krisz, köszönjük, hogy itt voltál, most már rakjátok ki, mert már kicsit kezdem unni, jó? Ezt most már így meg is untam. Úgyhogy köszönjük, hogy itt voltál. Krisztián, tegyétek ki, mert már amúgy is kicsit idegben vagyok most itt az egésztől, és most nincs nekem ehhez kedvem. Köszönöm szépen, Krisztián. Kicsi is, hogy ment intézkedni. Igen, ment segíteni a Totónak. Gyere ide! Uha, jó, Luluka! Most... Sziasztok! Szia! Pici, gyere ide! Egyem azt a drága fejedet. Én is azt lestem. Gyere, Totó! Gyere ide, drág! Gyere ide, mert süt a nap! Gyere ide! Hogy vagy? Kész. Köszi. Hívta vissza Totót. Igen, egyébként. Hogy vagy? Köszönöm szépen, jól vagyok. Most így hirtelen nem tudom ki vagy, ne haragudj. Petra, bocsánat, olyan szarul látok, süt a nap. Szia Orsikám, szia Bogi. Igen, megy a Totó. Toti, gyere ide, mert már tátogsz, mert meleg van. Gyere ide! Gyere ide, drágám! Már jön is. Lulukám, te meg szerintem szedelőcködjé. Féltett a Tittikét. Nem, Totó nem félti a Tittit, ő inkább engem. Ő nem... Esküszöm nektek, hogy valami kis gyagyós kis pingvin vagy, én nem is tudom. Gyere! Írjatok léci nagy betűvel, igen, nem akar ide jönni, Totó, de jön már. Mi van, drágám? A Lulu meg nézzétek, távozik, ahogy érkezik Titti. Szerbusz, elkergetted? Mi? Nem értett a szép szóbó? Ha? Hadsereged van, igen. Ha, Totó, azért a Titti adja a tiszteletet a Totónak. Lulunak már kevésbé. Mi van életem? Ide bújsz a hátam mögé. Ha, gyere ide. De te nem akarod, hogy megsimizzelek, igaz? Gyere már ide. Mi van, gyönyörű szégem? Megjöttél? Elzavartál mindenkit? Láttam. Úgy mentél, hogy még röpültél is. Mi? Besokaltál már te is az emberekből, mit a nyáron, szezonba, mi? Besokaltál szezonba. Elég volt? Elég volt a nyárból? Azt mondod, mi? Egyem a lelkedet. Nagyon szép, köszi szépen, Petra. Köszönöm 77 a követést, mindjárt panaszkodik majd Luluka. Na, a Luluka meg sem mer szólálni, megvan, megkövesedett itt a fűbe. Ő majd azt várja, hogy menjünk vissza a madárparkba, csak most nem tudom visszavinni. Házőrző a madárparkba, hát körülbelül. Megnyugodtál, drágám? Megnyugodtál? Jó van, mennyi, kerülj egyet. Kis csipszike meg itt van. Most ugye uralja ott az itatót. Lulu nyilván ugye nem mer, lehasalok egy kicsit, Lulu nem mer oda menni hozzá. Ma megint ide jössz, ne gyere ide!
Ne gyere ide! Ez milyen épület mögötted? Ez a raktárunk, ez egy hatalmas raktár. Igazán sok hülye, értetlen emberből elkelett. Mi van? Hát megint jössz ide, de én nem akarom. Nézzétek csak. Most mondjátok meg, hogy nem lehet szeretni. Nézzétek, meg ide ül. Mi van? Csipszike. Eljöttek egy kicsit hátrébb, rakom Luluka a háttérbe. Na, mi van? Ó, a Lulut nézed? Aha. Ideges vagy? Lulu, ne gyere közelebb. Mert csak felidegesíted. Mi? Aludjál. Ez mindenkinek jobb lesz, ha alszó. Nagyon puszilgatnám. Én is szoktam. Én sem írom ki. Meg olyan pihe-puha halljátok, mint a vatta. Ja, Istenem, Lulu, feszegeted a határokat, meg most iszol az innivalójából. Szerintem ez most katasztrófa lesz. Ott a Luluka, nem tudom, látjátok-e? Jaj, Lulu! És nézzétek, hogy figyeli. Ki mer inni a tányiromból? Ki az? Ki van ott? Mi? Nem látom, hogy mit írtok. Sokan azért is oda megy, és ne csodálkozzon. A sérülés lesz aztán... Hát igen, igen. De simádni való. Egyébként az nagyon... Nézzétek! Jújjúj! Lulukám, mi van? Most inkább visszajön. Elzavarta az itatótól, nézzétek meg, milyen gané. És most ide jön, mint aki jó végezte dolgát. Titti, ezt csak úgy egyszerűen lehet fogalmazni, hogy gané vagy. Igen, a Totó az nagyon, mondom, nem hiszitek el, ő vele már nincs dolgom tovább, ő megtanult mindent, amit meglehetett, ő egy iszonyatosan okos madár. Köszönöm a követéseket, mindenkinek nagyon szépen köszönöm. Tehát a Totóval én úgy érzem, hogy én végeztem. Titti Lulu nyomdokába lép. Tehát a Totónak annyi az igénye, gyerekek, már igazából semmi más, hogy hazajöhessem, otthon élhesse az udvaromba a kis életét. Ott vannak ugye a border collie-k, akik együtt felnőtt, ő ezt igényli otthon, a terasznál beül, a terasz alá, ott van neki, ugye tudjátok, van neki saját tava, és ő neki már nincs igénye semmire. Ő megtanult mindent, amit lehetett, nagyon okos, föl, ugye tudja, hogy kell feljönni a lakásunkba, mikor otthon vagyunk, ugye kinyitja az ajtót, meg bejön magától, szoba tiszta, tehát ő vele én úgy érzem, hogy mindent, amit el lehetett érni vele, azt mindent el is értem, lemaradtam valamiről, nem zsuzsikám semmiről, annyi, hogy osszátok meg a live-omat, hogy minél többen legyünk, és nyomjátok a lájkokat, nem is tudom mennyi van, 86 ezer, még jó lenne. Tittivel is ugyanez lesz. Á, nem hiszem. Titti az egy kicsit gyogyós. Gyogyósabb, mint Totó. Tehát másabb, egyébként teljesen mindenben másabb. Annyi, hogy a Totó az nagyon iszonyat hisztis hattyú volt kicsint, brutál volt, úgy tudott visítani, mint az állat. Mint a Titti meg nem, ő este hallarakom.